Kérem szépen, tisztelettel mondhatnám, hogy magárokon szerintem semmi közel nézőnek hozzá. Szeretettel üdvözlöm Cser Ágnest. Hát azt olvasom, hogy ön a közszféra élére tör, ennek nem mindenki örül, hogy ki az a nem mindenki, ezt most ne firtassuk. De igen, nagyon... ezt olvasom. Igen. De egy nagyon érdekeset azért hadd idézzek. Azt írják önről, hogy konfrontatív és öntörvényű. Ez a veszélye. Magára vagyok veszélyes, vagy kire vagyok veszélyes? Azt nem tudom, amit írják, hogy az érdekvédők véleménye szerint... Kik azok? Hát ez mond ellent annak, hogy ön legyen a szakszervezetek együttműködési fórumának a feje. Egy szakszervezeti vezetőnek nem konfrontatívnak kell lenni? Én szerintem kérdezzük meg ettől a nagyszerű újságtól, meg az újságírótól, hogy ő hogy képzeli el a szakszervezeti vezető idolokat. Mondjuk egy Gyurcsány csomag idején, egy olyan konvergencia program idején, amikor elsősorban a közszolgáltatásokat írtják. Nekem azt tetszik, hogy a közszféra élére az lehetne akár más is. Nem tudom önnek, mit jelent a közszféra. És egy nyájas újságolvasó ebből nem tudom, hogy mit érte meg. A nyálas vagy a nyájas? Nyájas. Nyájas. A nyájas. Minden esetre nagyon örülök, megmondom, hogy miért. Ha megtenné azt, hogy itt ezt a kis picike részt is elolvassam. Melyiket? Itt hát nem akarok áthasalni, mert az életlenség lenne itt alul, hogy ide mi van írva. Ja, hogy nincs ott újságíró neve. De hogy az itt van az elején, nem, itt mi van beleírva, és még kik indulnak? Hát itt indulnak, soroljam föl. Igen. Fehér József magyar köztisztviselő és közalkalmazottsági szakszervezet főtitkára. Igen. Varga László pedagógus szakszervezet elnöke. Lázár András postai hírközlési szakszervezet szövetségnek vezetője. És mi van az igével indulva? Ők nem törnek, hanem mit csinálnak? Ők hivatalos jelöltek. Igen. Ön pedig az élére tör. Igen. Ennyit erről. Még azt tesszük, hogy öntörvényű. Engem az érdekel, hogy végül is állandóan azt halljuk az elmúlt 17 évben, hogy a szakszervezetek ilyen szocialista maradványok, nem kellően harcosak, nincsenek jelen igazán azokban az intézményekben, ahol szükség volna rá, nem harcolják ki azokat a jogokat, körülményeket. Tehát azt gondolom, hogy egy szakszervezetnek kreatívnak kell lenni, hiszen a tagság minden pillanatban nem lehet ott mögötte. Öntörvényűnek kell lenni. Sokat gondolkoztam azon, hogy minek köszönhetem, hogy meghívnak, mert tegnap volt a kongresszusunk első fordulója. Mert az élérettől a közszférának azért hívtuk. Igen, meg. És nem az egészségügyi álreform miatt, és nem azért, hogy csak nem 10 000 ember fogja elveszíteni a munkahelyét, és következetesen elhallgatják azokat a kemény küzdelmeinket, amivel megpróbáljuk ezt az álreformot és ezt az álmokfutást megállítani. Tehát akkor, amikor ma Magyarországon a munkavállalói oldal nem fogadta el a konvergencia programot, vagyis nálunk nincs társadalmi megegyezés arról, hogy a 10 millió magyar állampolgárnak a közszolgáltatásait durván csökkentsük, hogy a béreket befagyasztják, hogy nincs átláthatóság a közpénzek felhasználásában, hogy azok, akik a közszférában dolgoznak, azok fizetik a járulékok többségét, tehát nincsen társadalmi igazságosság. Ebben a helyzetben az ország egyik legnagyobb, de most már mondhatjuk azt, hogy legnagyobb szakszervezeti tömörülésének az elnöke úgy döntött, hogy visszavonul, dr. Szabó Endre. 4 évvel ezelőtt két jelölt volt, Varga László és Cser Ágnes, akkor ugyanez az újság, ugyanebben az újságírónővel, ugyanazt írta, mint most. Unalmas. Jó, engem nem is az ön támadás érdekel igazán. Engem nem támadnak, engem reklámoznak. Jó. És hálás vagyok. Azt tessék nekem megmondani, hogy amikor, mondják, hogy amikor azt mondja, hogy 10 000 ember az utcára kerül. Csak az egészségügyi ágazatból. Az elmúlt 17 évben, ez már más ágazatokban is megtörtént, hogy több ezen utcára kerültek. 2 millió ember vesztett el a munkahelyét 3 év alatt. Olyan, tehát a változásokra szükség van. A változások kezelésében, miközben azt mondjuk, hogy ápolónőkre szükség van, mert amit fizetnek nekik, abban nem lehet oda csábítani őket. Akkor azokat a veszélyeket, amelyek egy ilyen áll vagy nem áll reformnál bekövetkeznek, hát azokról van valami fajta kommunikáció a
Az a kommunikáció, hatalommal, amit a kormány, a Gyurcsányféle kormány annak tart, az egyáltalán nem az. Magyarország nem készítette el a szociális partnerekkel, vagyis a szakszervezetekkel együtt a megújított Lisszaboni stratégiát, amelyik pont a foglalkoztatásról, pont a versenyképességről, és pont a munka és az élet kiegyensúlyozottságáról szól. Az egész álreform és az egész álváltozásról és amögött azt nem tudják a, nem csak a közféra munkavállalóinak a többsége, hanem a kedves ébredő nézők sem, hogy emögött hatalmas gazdasági, a multinacionális cégek érdeke, a globalizáció áll, hogy a betámasztott gyenge kis nemzeti kormányokkal szemben hogy tudják érvényesíteni az akaratukat. Az egészségbiztosítási alapért megy most a harc, és ezt leöntik egy maszlaggal, hogy versenyeztetni kell, miértünk. Ön volt annak a vezetője az egészségbiztosításnak, hogy aztán miért ezért nem lett később, arra most ne essen szó, de igen. Ön akkor is valamit akart. Meg is tettük. Nem engedtünk lopni, és letettük az asztalra a társadalmilag elfogadott járulékfizetési alap bővítését. De akkor sem volt elégedett, mert most azt mondják önre, hogy most ön beleállt magad a politikába, amit mond gyurcsányozik, ergo fideszes. Hát akkor meg azt mondták, jó, hát... És ön, én tudom, hogy az Orbán kormány alatt is kifogással ért, például az egészségügyi pénztár működését. Nem csak azért. Tehát az Orbán kormány idején azt mondták, hogy az MSZP finanszírozás, majd széket kapok, és azért harcolok. Most azt mondják, hogy mit így olvastátok el, milyen külön megállapodás van az Orbán és a Cser között. Én erre egyet tudok mondani. Amartya Sen, a Nobel-díjas közgazdász azt mondta, hogy az európai és a nyugati társadalmak felemelkedésének az alapja a mindenkire kiterjedő alapközszolgáltatások garantálása, az oktatás, az egészségügy, a szociális juttatások. Ezeket akarják visszavenni álreform címen azért, mert a tőkének ez az érdeke. Egész Európában ez a tőke. Hát de azért, mert a szocialista világrend összeomlásával, ezt ki kell, hogy mondjuk, nincs egy kényszerítő erő a tőkével szemben. Ezt a hiátust, ezt az űrt kellene a szakszervezeteknek betölteni, és ezért nem tetszik ennek a kedves újságnak, de ez fontos, és megmondom, hogy miért kértem, hogy olvassak fel, hogy három férfi csak indul. Hát itt állítólag van egyenlő bánásmód hatóság. A közszférának több mint 60%-a női munkavállaló. Én maga nőpárti, és én ezért jöttem el, hogy magával ezt megvitassam. Ebben az országban nincs, aki a nőket, a munkavállaló nőket úgy képviselje, ahogy egy ilyen hátrányos helyzetben szükség lenne. Például. 6 férfi vezeti a munkavállalói szövetségeket. Hát miért úgy gondolja, hogy én az asztal alatt sétálnék, és meg lennék hatódva, hogy egy élő minisztert látnék? Hát ki emlékszik a miniszterekre? Mondjuk például az egészségügyekre senki. De ránk fognak, ugye? Nem nagyon szeretik a tojáson belül azokat, akik nagyon tudják, hogy mit akarnak, és nagyon hangosan mondják. Hát hogy lehet úgy mondani, hogyha befogják így a fülüket, becsukják a szemüket, és aki megmeri rángatni a szakolyukat, de tegye meg, hogy megigazítja a nyakkendőjét, mert még beírnak, hogy nem csinos. Lehetne másképp csinálni ön szerint? Ugye kellenek reformok? Azt ön is elismeri? Ezek nem reformok. Nem is mi a reforma? Mi lenne a reform? Hát menjünk és határozzuk meg, hogy a reform az az, ami a többségnek a helyzetén javít és jobbá tesz. Magyarországon a fekete gazdaság és a nem közteherviselés miatt kevesebb a pénz, mint amennyi kellene. Én nem véletlenül írtam petíciót december 28-án az Európai Parlament petíciós bizottságához, azok miatt az őrületes és elfogadhatatlan igazságtalanságok és antidemokratikus helyzetek miatt, ami Magyarországon van. Vissza szeretnék térni az egészségügyi reformra. Ha az egészségbiztosítási alapot, és ezt kormányzati szándékkal egy áll társadalmi vita keretében át akarják játszani, akkor súlyos hátrányt fognak szenvedni a polgárok, és mi ezt akarjuk megváltani. Meg lehetne javítani az egészségügyi pénztár működését. Társadalmi egészségbiztosítási, és ez nagyon lényeges, mert az már az sem véletlen, hogy a nevét is átkeresztelik, és hogy tudatosan másképp mondják. Igen, igen, lehet. És átláthatóan tudjam, hogy minden két számot mondok, jó? Igen. Az országos egészségbiztosítási pénztár működési költsége 1,5%, bizonyítottan az üzleti biztosítók működési költsége 25-30%. Az 1500 milliárd, ami nem túl sok, nagyon sok, annak
25-30%-a helyből elmehetne működési kiadásra. A minisztérium által vezérelt dokumentumok szerint a jelenlegi 1500 milliárdból átmenne 60-65% az üzleti biztosítóknak, úgymond, hogy önnek, meg mindenkinek jobb legyen. Ha én akarom. Jó. Én azt szeretném az ébredő kedves nézőknek elmondani, hogy olyan kormány, amelyik egy társadalmi vívmányt, a kockázatközösséget, ahol mi mindannyian együtt vagyunk, és ahol a szolidaritást kell egymás baja iránt érezni, és ezért be kell fizetni, és hozzá kell járulni. Ezt felváltani azzal, hogy az üzleti biztosítóknak a haszna, a működési költsége növekedjen, és ezt leönteni egy média maszlaggal, ez több, mint merénylet, és ezt mi egy válságstábot, amit most állítunk fel, elhatároztuk, hogy megállítjuk ezt a folyamatot, és a valós információkat szeretnénk eljutni. Letelt az idő, jön ma még ide Horváth Ágnes egészségügyi miniszter. Annyira szeretném, hogyha egyszer találkoznának. Találkozott már a miniszter asszonyra? Igen, nekem az a véleményem, hogy az az egészségügyi vezető, aki azt mondja, hogy szerencsére nincsen rászorulva az ágazat szolgáltatásaira, jobban tenni, ha más helyen dolgozna. Hát jó, talán bejátsszuk majd ezt a mondatot neki. Nem baj. Én nőpárti vagyok, és hát vele is. Ő csinos és szép és fiatal. Ön is az. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.